Köszöntöm nézőinket a Hazahúzó mai adásában. Az Alföld gyöngyeként is emlegetett szarvasra látogatunk. A következő 45 percben sok szép helyszínre elmegyünk, mint például a Körös-Maros Nemzeti Park vadasparkjába, ahol ilyen gyönyörű állatok élnek, mint ezek az európai bölények. Úgyhogy ezúttal is érdemes lesz velünk tartani. Nézzenek minket! Szarvas egyik legvonzóbb turisztikai látványossága a Körös-völgyi Állatpark, amely hatalmas területen mutatja be a Kárpát-medence állatvilágának egyedeit. És mindezt interaktív állatközeli módon teszi a látogatók nagy örömére. Ugye nem véletlenül ezen a területen jött létre a Körös-Maros Nemzeti Park, hiszen a Csáky kastélynak a parkjában állunk. Ez a főépület. A csákiak azok hogyan kapcsolódtak, vagy kapcsolódnak még szarvashoz? Igen, Csáky Albin vallási és közoktatási miniszter az 1900-as évek eleje táján beházasodott ide a Bolza családba, aki a szarvasváros történetének meghatározó grófi felmenői voltak, és hát úgy gondolták, hogy 1908-ban építettek itt egy nyaraló épületet, egy kúria épületet, ez a Csáky kastély, amely előtt most állunk, amely ma már jelenleg a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóságnak a székháza, és a kastélykert pedig a legnagyobb bemutató helyének, a Körös-völgyi Állatparknak ad otthont, gyönyörű évszázados fák között tehetnek sétát vendégeink, amelyek között telepített fajok, illetve az ősi ártéri ligeterdő maradványfajai is megtalálhatóak. Itt meg kell, hogy álljunk. Én ígért nem láttam, itt van egy fából készült trón. Igen, sokan ezt veszik észre először, ezt a gyönyörű trónszéket, amit a mögötte lévő hatalmas kocsányos tölgy tiszteletére emeltünk, bárki fényképezkedhet itt ebben a Dél-Tiszántúl leghatalmasabb, legtermetesebb kocsányos tölgyével. Majdnem 7 méter a törzs átmérője ennek a gyönyörű, szép, impozáns öreg matuzsálemnek, és 27 méteres magasságot éri el a lombkoronája, és mint ilyen az alföldi viszonylatban ez kuriózumnak hány éves számít. Lehet? Ezt tudjátok pontosan? Tudjuk, ez több mint 300 esztendős ez a kocsányos tölgy. Régi katonai térképeken tájékozódási pontként jelölték, és mint ilyen a kora is nagyjából meghatározható. A grófi család levelezéseiben visszaköszön, Lonovicsként emlegetik a fát, tehát névvel is illették. Ez a Bátor nevű gyönyörű gímszarvas bikánk, már letisztította a barkát az agancsáról, elég korai még, mert szeptemberben kezdődik a bőgési időszak, a szarvasoknak a nász időszaka, és akkorra kell az agancsnak készen állni, de ő már most kinevelte az idei gyönyörű szép agancsát, és ilyenkor nagyon viszket az állatnak ez a barka vagy háncs, ami borítja. És most egy néhány napja le is tisztította ezt a háncsot az agancsáról, úgyhogy most bárki, a látogatók is testközelből megfigyelhetik ezt a gyönyörű jelenséget. De jó, a gyönyörű gímszarvas bikánkat. Igen, félnek. Répacsemegét hoztunk most nekik, ezt szeretik. Azt én is szeretem. Ez is naps és egészséges is, és jön a család többi tagja is. Két fiatal kis borjunk van, néhány hónaposak, és a másik tehén alkotják a háremét a Bátor nevű gímszarvas bikánknak, aki már 6. éves agancsát viseli most a fején. És hát ő a parknak a királya, szeptemberben a bőgése betölti az egész Anna-ligetet. Lehet hallani, ahogy mindenkinek a tudtára adja, hogy ez a hárem bizony az övé. Gyere, Pollikt, gyere! Nézzed, csak hoztam aztan nektek csemegét. Gyertek! Majd ide átmegyünk, gyertek! Megyünk ide a száraz. Hát ez gyertek. Gyönyörű. Gyertek csak! Gyertek. Ők is szeretik a répát? Szeretik, csak kicsit kicsire vágták a állatgondozók, de majd mindjárt átcsalogatjuk őket. Na, ilyenkor a dagonyába jól jön a páros ujjú pata. Ő a Szabír nevű 3 éves bikaborjú. Borjú? Igen, még? Igen, még nem ivar érett példány, és akkor ott az édesapja Pollikt nevezetű lengyel nevet viselő több mint 13 éves állat. Ő egy kifejlett, hatalmas bika.
Európa legnagyobb testű szárazföldi emlősállata, egy tonna, ezer kiló egy ilyen állat, úgyhogy igazán impozáns. És hát egy fokozottan védett fajról beszélünk, aki egy időszakban az 1900-as évek elején a kipusztulás szélére sodródott. Bocsánat, ez leesett. És ma már szerencsére az állatkerteknek köszönheti a faja fennmaradását, ma már körülbelül egy olyan 3000 európai bölényér Európa szerte, hajdan több milliós csordák járták Európa erdejeit. Ő egy erdei faj az európai bölény, ellentétben az amerikaival, aki a prérinek a legelő faja. És az Őrségi Nemzeti Park területére is adtunk tovább bikaborjat, volt korábban tehenünk is, és szaporulatunk, és ma már ott ilyen félszabad körülmények között élnek. Panni elindult. Jól néz ki ez a szarvas. Bizony. Hát ő a jávor szarvas. Tehén, ő érkezett Csehországból. Mindjárt itt. Egyedül? Ő a természetben is magányosan kóborol, tehát szarvasféle ugyan, de nem úgy van, mint a gím meg a dám szarvas, hogy rudliba jár, hanem szia Pannika, szia! De magas! Szia nagylány, egyél egy kis fűszvát, ez a kedvenc eledele, csemegéje. És akkor itt az orra ilyen nagy neki. Igen. Ez egy fogószerv is, tehát nem csak szaglószerv, hanem fogószerv, ezzel hántja le a kérget a fáról, vagy fogja meg a hajtásokat. Sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a Körösvölgyi Állatparkban, és akkor itt a fakókesejük röpdéjénél beszélnék egy néhány szót ezekről a csodálatos madarakról. Krisztina rendszeresen tart ismeretterjesztő előadásokat az állatpark látogatói számára, így nem volt véletlen, hogy a kesejüknél összegyűlt nagyobb csoportnak lelkesen beszélt ezekről a különös állatokról. Ők állattetemekkel táplálkoznak, magyarul dögevők, amit már a küllemük is elárul, tehát a tollazatuk hiányos a fejen, ez a kesejű félékre nagyon jellemző, ugyanis ha egy állattetembe bele kell nyúlni, akkor bizony a madarak ezt így könnyebben megtehetik a toll tisztántartása mellett, és hát itt az állatparkban is ugyanúgy hústáplálékkal etetjük ezeket a madarakat, mindenféle olyan húst kapnak, amiben van esetleg tollazat is, csont is, hús is, hogy a szervezetüknek minden igényét ki tudjuk elégíteni, de a kedvencük a belsőség, itt a Gallico pulyka feldolgozó itt van a közelünkben, így pulyka szívvel táplálkoznak a legtöbbet ezek a madarak. Kampós csőrük segíti a tépést és azt, hogy a táplálékot el tudják fogyasztani. Ha valaki szarvason jár, az nem hagyhatja ki az arborétumot sem. A hármas körös egyik holtága mentén kialakult, már a hazánk egyik legnagyobb és legjelentősebb élő fagyűjteménye különleges növényritkaságokkal várja a látogatókat. Kezdjük rögtön az adatokkal. Hány hektáron terül el ez az arborétum? Milyen növények találhatók benne? És kinek a nevéhez fűződik az alapítása, a megalapítása? Hát Magyarország legnagyobb arborétumában vagyunk, ami 82 hektár területű, és ebből a 82 hektárból nagyjából olyan 64 hektár látogatható. Az alapítása pedig itt a bejárathoz közeli Melszobron fogadja a közönséget Gorof Bolzapál volt. Ő, az ő nevéhez fűződik igazándiból ennek a kertnek, ennek az arborétumnak a tudatos kertészeti tevékenysége és a megalapítása. Igazándiból ezek a bolzák, ez egy grófi család volt és olasz család, ők telepedtek meg itt az Alföldön, és nem volt nekik jól az országban. Mondjuk szép Magyarország, nem mondom, csak érdekes. Igen, és az első birtokokat itt vásárolták, majd az utód Bolzapál volt az, aki hatalmas nagy ambícióval utazgatva a világban mindenhonnan a dísznövényeket, cserjéket hozott, és ő tudatosan ültette ezeket be egy ilyen csodálatos arborétummá.
És már akkor ekkora terület volt? Folyamatosan nőtt a terület, illetőleg a folyószabályozásokhoz kötődik az, hogy lecsapoltak bizonyos területrészeket, és a folyószabályozással nyílt meg a kertnek azon része, ami most már beültetett növényekkel, díszcserjékkel beültetett. Tehát kellett hozzá az az időszak. És amikor ő elhunyt, akkor kivette át a kert gondozását? Hát kezdetben ugye ők gondoskodtak róla, ők hozattak ugye kertészeket, Bécsből, Olaszországból hozták az első kertészeiket, majdan aztán a történelem viharait követően államosításra került ez a kert is, természetesen egy egyetemhez került, és folyamatosan azóta picinkét változtatva, de jelenleg a Szent István Egyetemhez tartozik a Szarvasi Arborétum, ő a fenntartója ennek a hatalmas nagy kertnek. És akkor hát térjünk rá a növényekre, hát hihetetlenül gazdag, gyönyörű. Nem is tudom, hogy fel lehetne sorolni, hogy mi minden. Hát nehéz, amit, ugye? Nehéz. Mm. Azt szoktuk mondani, hogy körülbelül 1600 cserje, fafajta van itt. Ezt is nehéz befogadnunk, de hogyha azt mondjuk, hogy ezek közül mondjuk 300 fajta fenyő látható. 300 fajta? Csak a fenyő, a kalapos gombák száma is óriási. Az aljnövényzetről szinte lehetetlenség számokat mondani. Érdekesség lehet talán az, amikor botanikusok jönnek hozzánk, és ők nagyon szeretik járni a kertet, hiszen egy borzalmasan fajgazdag gyűjtemény van itt, és mindig valami különleges orchideát fedeznek fel. Tehát folyamatosan változik mondjuk az aljnövényzetünk növényvilága is. Itt az arborétum területén nem csak növények vannak, hanem állatok is. Ezt elárultad nekem, milyen állatok? Pont elmegyünk két állatunk mellett, akik nem szabadon élnek, hanem egy ilyen kis kertrészletben. Két emúja van az arborétumnak, két mókás emúja, Emma és Karesz néven szerepelnek ők. Nehéz megállapítani külső látogatónak a különbséget közöttük, de azt gondolom, hogy a látogatók mindenképpen szeretik, főként a gyerekek, a gyerekcsoportok és a családok őket, mert nagyon mókásak, nagyon kedvesek, barátságos futómadarak ők. Jó, tehát ők azok. Hány évesek egyébként? Tehát lehet azt tudni, ezt nem tudom megmondani a korukat, mert nehéz, mert úgy, ahogy ide jöttek, akkor már egy 4 éve kerültek ide. Jól érzik egyébként magukat. Látom, jól érzik magukat, és van egy érdekes jó kis búgó hangjuk, egy morgó hangjuk. Amikor jól érzik magukat, akkor ezt a morgó hangot hallatják. Ők egyébként kint szabad levegőn vannak télen, nyáron. Van ugyan egy kis kuckójuk, ahová elbújhatnak, de télen és nyáron kint érzik legjobban magukat. És elárulhatom, hogy a kedvencük a szőlő, és hogyha egy szőlő szemet a tenyerünkön adunk nekik, akkor a simán ezzel a gyönyörű mozdulattal, a csőrével leveszi a tenyerünkről, úgyhogy nagyon barátságos, tényleg szelíd állatok. Arborétumunk legszebb állata a kékpáva, és azért jövünk erre, mert ebben a térségben és ezen a területrészen szoktak leginkább láthatóvá válni. A tavaszi időszakban hozzánk sétálók láthatják a hatalmas nagy pávatollakat, a hímek pávatollait, amely rendkívül impozáns. Láthatunk is egy példányt, bár már most nyár van, és ilyenkor elveszítik, elhullatják a legszebb tollaikat, a pávaszemes tollaikat, de azért, hogyha feltekintünk arra a fára, ott láthatjuk őket, ott üldögélnek előszeretettel fenn, főleg az esti órákban választják ezt a helyet. Itt érzik igazániból biztonságban magukat, mondhatom azt, hogy a rókák elő. Itt a sétán közben mutatok nektek egy érdekességet. Na. Igen? Ebben a magasságban nem szoktunk látni ilyen nyomokat, de én megmutatom számotokra, hogy ez a kis furat, ez egy harkánynak, egy fakopáncsnak a munkája. De jó. Érdekes, hogy milyen nagy munkába telik, hogy egy ilyet kivéssen, és tudni kell a harkályokról, a fakopáncsokról, hogy ebben a nagy munkában, amiben vésik a fákat, ebben az agyukat egy ilyen zselés állomány, egy kocsonyás állomány védi, ez védi meg attól, hogy ne sérüljön. És hogyha itt sétálunk, már szembe ötlik az arborétum emblematikus növénye, a mamut fenyő felé sétálunk. A hatalmas méreteit pedig azt gondolom, hogy a törzse mellett feltekintve láthatjuk majd.
Hány éves ez a fa? Ő egy 150 esztendős fa, még Bécsből hozták, szekereken szállították ide, és ő a kertünk legszebb fája, vigyázunk is rá, hogyha meg feltekintesz a törzsére, akkor láthatod, Magyarországon először kapott villámvédelmet ez a mamutfenyő, és erre természetesen azért volt szükség, mert a méreténből adódóan egy 35 méteres fáról beszélünk, a törzs kerülete 5,5 méter, a villámlások idején... Hát persze, veszélybe kerülhet. És éppen ezért a Faápolók Egyesülete segítségével megoldottuk ezt, és körbehúztuk, és leföldeltük ezt a fát. Most már biztonságban lehet a villámlástól. Ha arborétumi sétánk végére érünk, akkor érdemes felkeresni a szomszédságában lévő Mini Magyarország Makettparkot. Hazánk egyetlen interaktív makettparkjában megelevenedik a magyar történelem a rendkívül részletgazdag makettépületek által. Mi most egy különleges ponton állunk, ugye? Mert ez a történelmi Magyarország pontosan a közepe, ugye? Mérteni közepét. Mérteni, igen. Jelképező korona alatt állunk, igen. Így van. A Mini Magyarország, a történelmi Magyarország nevezetességeit mutatja be. Milyen épületek, milyen kellékek találhatók ebben a parkban? Parkunk, amikor nyílt 2013-ban, akkor mai magyarországi makettekkel kezdett. 22 mai magyarországi makettel nyitottuk a parkunkat. Többek között a Szegedi Dom, a Debreceni templom, Budapestről az Operaház, az Országház, Kecskemét, Cifrapalotta, Pécs, Dzsámi, és még egy pár mai magyarországi makett, és aztán az évek folyamán bővültünk minden évben, és akkor elkezdtünk egy kicsit kitekinteni a határon túlra is, és minden évben egy-egy határon túli területet jelenítettünk meg, Erdély, Kárpátalja, Felvidék, ezek így sorba megjelentek a Makett Parkunkban, és hát minden tájegységről próbálunk egy-egy valamilyen módon nevezetes épületet, vagy építészetileg, vagy történelmileg, vagy földrajzilag jelentős épületet megjeleníteni a parkunkban. És hogyan tudják a látogatók, hogy éppen mielőtt állnak meg, ha éppen nem ismerik az épületet, vannak információs táblák, vagy... bármi igen, más, igen. Amiből tájékozódhatnak? A belépő mellé szoktak kapni egy szórólapot, amelyen rajta vannak a makettjeink sorszám szerint felsorolva, és minden épület előtt van egy információs tábla, ahol el lehet olvasni, hogy milyen tájegységről, milyen épületet látunk. Van a táblákon egy térkép is, és be van jelölve, hogy az a terület, az az épület, mely városban és az a Magyarországon belül hol található, vagy illetve határon túl hol található. Kik csinálták ezeket a maketteket? Mert ezek már ilyen művészi alkotások. Igen, van két makettépítő csapatunk, egy soproni csapat és egy budapesti csapat, ők dolgoznak felváltva maketteket, ők készítik. Van a közte művész emberek is természetesen a csapat között, ugyanis azon kívül, hogy ezek ugye le vannak gyártva, össze vannak állítva, precízen kell festeni őket, kis alkatrészeket kell gyártani és festegetni, tehát sok művészi munkát is igényelnek. És hát ugye csodálatos a környezet, a zöld környezet, hát egy gyönyörű parkos részen vagyunk, vannak padok, le lehet ülni, van kis híd, tehát sok minden van még itt, ugye? Igen, ami még a nagyon látványos nálunk, ez a kültéri vasútmakett hálózat, vagy modellhálózat, mely több mint 600 méter hosszú itt a parkunkban. Több vasúti kör van, melyen vonatmodellek közlekednek. A látogatók ezeket gomnyomásra tudják indítani, gyerekek, illetve a felnőttek nagy örömére is. De itt látom a kis Tiszát, a kis Dunát. Igen, az is nagyon-nagyon Tisza, Duna, Balaton, kedves. Ez itt mind megvan nálunk jelenítve, mindig be víz van. És igyekeztünk az egész makettparkot földrajzilag is úgy elhelyezni, ahogy a valóságban van. Tehát így felülnézetből kirajzolódik azért Magyarország, illetve a határon túli területek, a Balatonnak az alakja, tehát mindent próbáltunk úgy kialakítani, hogy ez minél valósághűbb legyen.
bővülnek a makettek, vagy cseréltek a meglévőt egy másikra, tehát hogyan alakul itt az élet? Bővülünk, cserélni nem szoktunk. Uh-huh. Abban az esetben szoktunk cserélni, amikor is az első évben még kísérleti úton volt ez, hogy miből készülnek a makettek, és az elején volt egy-két makett, ami fából készült, a gyártók fából készítették el, és ez elég gyorsan kiderült, hogy nem időtálló a fa egy kültéri makettparkban, uh-huh. és olyan csere történt már, hogy fából készült első éves makettünket le kellett cserélni, ugyanazt a makettet megépítettük ebből a speciális anyagból, és újból az került ki. De lecserélni egyébként nem szoktunk makettet, uh-huh. minden évben próbálunk egy-egy újabb makettet, vagy teljességet megmutatni itt a makettparkba. Jobbról történelmi Nagy-Magyarország közepe, a trianoni emlékmű. Itt szoktunk visszafordulni. Mondom a régi feliratokat, amik annak idején itt ki voltak téve. Csonka Magyarország, nem ország, egész Magyarország, mennyország. Itt volt, itt lesz Nagy Magyarország közepe, valamint Isten malmai lassan őrölnek. Hát lehet látni, milyen lassan. Szélkereke csapágyazva van, új táblát kapott, belsejébe helyezték el. A táblán a felirat, emlékezve a múltra, élve a jelent, bízva a jövőbe, állította helyre Szarvasváros önkormányzata 1993. Egy szarvasi kirándulás fontos részét képezik a vízi programok, mint például a sétahajózás. A Katalin 2 sétahajó kapitánya olyan kedvesen invitált minket, hogy elmentünk vele egy körre. István nem csupán egy hajós kapitány, hanem egy felkészült idegenvezető is, így utunk során sok mindent megtudhattunk a környező tájról és a történelmi Magyarországról. István, merre megy a hajó, mi az útvonala? Arborétum kikötőből szoktunk általában indulni, és aztán történelmi Nagy-Magyarország közepe. Ez a rövidebb szakasz, és jön a belső rész. Bolzák kastélya, Tesedik temploma, mocsárciprusok, két híd alatt átmenjünk, vízi színpad az egyik legszebb rész. Kimenjünk a Liget Hotelig, és akkor ott megfordulunk, ez a környék egyik legelegánsabb vízparti hotelje, és akkor jövünk vissza az arborétumhoz. Közben viccek, találós kérdések, régi történeteim, innen a hajóról, a hajós időmből, hosszú ideje hajózok. Ugye nem csak Magyarországon, hanem külföldön is hajózott. Merre felé, hány országban? Hát a flotillától, amikor abba hagytam, vagy a katonaságtól leszereltek, akkor egy év múlva sikerült a Mahar tengerhajózási üzemigazgatóságán felvételt nyerni hajógépészként, és akkor megkezdődött. Az első behajózásom a Romániában, Brajlán volt, aztán összesen 4 hajón, illetve 5 hajón voltam, valamelyiken csak tényleg 2 hónapig. Úgy kezdődött, hogy hazám, Borsod, Cegléd, Dunaújváros, és akkor így valamelyiken 8 hónapig, volt amelyiken 5 hónapig, és aztán hazajártam. Összesen 3 évig voltak a hajós évek, tengerész évek. Ez a Mahart tengerhajózás volt. Értem. Tengerhajózási üzemigazgatóság. Visszatérve a Katalinra, tavasztól őszig tudnak csak hajózni? Télen nem? 6 hónap a szünet. A 6 hónapból van egy rövidebb, vagy illetve ilyen gyengébb időszak, van aztán csúcsrajáratás. Itt például a teknős békákat szoktunk bemutatni. Mocsári teknősök. Igen. Ön végül is elmondja az utasoknak mikrofonban, hogy mi látható a hajó környékén. Szoktak kérdezni az utasok? Hogyne. És mik a leggyakoribb kérdések? Hát, szarvasi vonatkozás, voltág. Van, aki nem figyel, megkérdi a vízmélységet. A vízmélység 3-4 méter. A holtág teljes hossza 30 km. Ebből mi 6 kilométert szoktunk megtenni, és akkor mindig ide visszatérünk. De a 6 kilométer bőséges így is, mert sok helyen lassítunk, ott akkor részletesebben beszélek dolgokról, és így aztán szépen halad. Katalin marad? Katalin, marad? Igen. Igen? Igen, akkor ez igen. Egy örök szerelem. Persze, persze. Mind a két lánya tudja vezetni a hajót. Persze, sőt, mind a három. Mind a három lánya? Három lány. Mind a három? Persze, de és valaki azért választotta a családból a... Hivatalosan papírja csak Rékának van, tehát ő van itt a hajóban, ő szokta vezetni, ő a segítségem. Most már 3 éve. Uh-huh. Már nem győzném egyedül. Igen? Vagy mással, idegennel nem győzném. Így aztán ketten. Én aztán kikopok, de addigra majd ő észre... Gyönyörűen viszi tovább majd.
Hát igen, hozzátartozik a köröshöz a hajózás, és ez egy rendkívüli jó program. Igen, hát látjuk. Hát szarvasról, szarvas nevezetességeiről útközben 70%-ban mindent meg tudnak. Van, ami nem látható, van, amiről beszélek így is, Ruzicskai alkotóházáról, amit nem látunk, de az is be van véve a programban. Aztán jön, hogy szarvas lakosra jön a száma. Tehát van, aki kérdez azért mást is. És meddig szeretné ezt csinálni? Hát lehet, hogy csak már egy-két évig, mert egy szabadidőparkot építek, és majd ott szeretném öreg napjaimat eltölteni. Nem a vizen? Hát visszatérek én még ide, vissza, az biztos. Vissza, úgy gondolt, így jól van. Szilárd talajt érezve a lábunk alatt a sárarany szalmaporta és kézműves ház felé vettük az irányt, ahol a magyar népművészet és népi iparművészet gyönyörű alkotásait csodálhattuk meg. Itt vannak már a szépségek szalmából. Igen, hát egy közel 100 éves régi parasztházat újítottunk fel, kifejezetten erre a célra, hogy a munkáinkat meg tudjuk mutatni, ugyanis két kézművesség látható, a szalmafonás, illetve a gyöngyfőzés. A családban én vagyok a szalmafonó, közel 30 éve foglalkozom vele, és a lányunk pedig a gyöngyfőző, ő is 18-20 éve. Itt ebben a helyiségben milyen munkáid láthatóak, ugye vitrínben is falon sok minden van, és valóban mindent lehet csinálni szalmából. Hát, ha nem is egészen, de nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. Sokféle technikát alkalmazom, sőt, ötvözöm is őket. Egy-kettőt szoktam kiemelni, ez például egy belorusz fejdísz. Ezt a hölgyek a mai napig is felveszik egy balett előadásra, vagy egy opera előadásra. Szerbiában tanultam az egyetlen olyan vasalásos technikával készülő termékeket, mint például a címerek vagy a koronázási ékszer. Ez Szegedtől 30 kilométerre van egy pici falu, úgy hívják, hogy Tavankút, és a 60-as évek elejétől kezdtek el térbeli képeket készíteni, és tőlük tanultam ezeket. És még egy technikát emelnék ki, ez pedig a svájci technika, a legyező, a kitűzők, illetve a körben a fa, valamint a menyasszonyi kollekció. Ez úgy készül, mert nagyon sokan nem hiszik el, hogy szalmából készül, hiszen igen, honnan veszek, vékony szalmát. Ez úgy készül, hogy 100 szalmát hosszába 6 vagy 8 fele hasítok, a vastagságtól függően, és ebből kettő részt sodrok össze fonalszerűvé, és ebből a fonatból, nagyon vékony fonatból lehet utána csipke finomságú dolgokat készíteni. Kalapokat készítettek a hölgyeknek, kalapdíszeket készítettek, miseruhákat hímeztek, csipkéket készítettek ruhára, tehát nagyon-nagyon sok mindent. Itt például van egy nagyon régi kalapdísz. Ma már sajnos csak egyetlen egy múzeum őrzi Wohlenben ezt a technikát, illetve fennmaradt eszközöket, és egy-két hölgy tudja töredékét annak, amit akkor tudta. Nehéz vele dolgozni? Merev? Ne, vagy hát amikor már ilyen vékony szálakra szeded, akkor már könnyű, olyan, mint egy cérna? Tehát hogy hasonlít, de azért nem olyan könnyű, tehát állandóan vizezni kell, nedvesen kell tartani, hiszen így nyeri vissza a rugalmasságát, mert amikor learatjuk, utána kiszárad, és ha elkezdünk dolgozni, akkor előbb vissza kell áztatni, tehát visszaadjuk a rugalmasságát, és utána már könnyen hajlik. A vendégeinket nem csak szemmel gyönyörködtetjük, hanem a portának a másik részén foglalkozást is tudunk biztosítani, tehát meg is tudjuk mutatni, hogyan készülnek ezek a tárgyak, sőt, bele is tudnak kóstolni, tehát kipróbálhatják a fonást, a gyöngyfűzést. Van egy nagy kemencénk, ahol tájjellegű keltésztákat készítünk, és ezekkel is várjuk a vendégeinket.
Dóri, te édesanyád kézügyességét örökölted, de nem szalmával dolgozol, hanem gyöngyökkel. Igen, valóban így van. És miket készítesz belőle? Alapvetően ékszereket készítek, ezek között vannak kifejezetten népi darabok, illetve már egész modernek is, amiben akár csiszolt gyöngyök vagy ásványok is vannak. Honnan szerzed be az alapanyagokat, és hogyan születnek az alkotások? Kifejezetten cseh üveggyöngyöt használok, ezek jó minőségek, illetve hát ezekből lehet szép ékszereket készíteni. Az alkotásoknak egy része kifejezetten népi ihletésű, tehát olyan darabok, amiket régen is viseltek, ugye akár sárközi vagy kárpátaljai gyöngyök, vagy Erdély területén kalotaszegi viselethez tartoztak, illetve vannak már egész modern darabok is, amik már abszolút az én fantáziámban születtek meg. Akár itt a mellettem látható 4 évszak kollekció, ami mindegyik évszakhoz készítettem egy-egy nyakéket, ami már az én tervezésem. Itt körbenéztem, mondjuk melletted ezen a bábon van egy gyönyörű nyakék. Ez egy nyakék, ugye? Igen, igen. Tehát nem gondoltam volna, hogy ilyet is lehet készíteni gyöngyből. Igen, és ez egy kárpátaljai nagykriza, tehát ez egy népi darab. Nyilván már a színvilága egy kicsit a mai kornak megfelelő. Én azt gondolom, hogy manapság egy egyszerű fekete ruhával ez is viselhető. Régen is csináltak ilyet az asszonyok gyöngyből? Igen, tehát igen. Azért ez a, népi. Igen, tehát ez a kárpátaljai viselethez tartozott. Mi mindent lehet még gyöngyből készíteni? Hát talán most nagy divatja van a mindenféle állatoknak, hogyha gyerekekre gondolunk, akkor ugye készítenek belőle nagyon sokféle állatfigurát, akkor különböző táskadíszeket készíthetünk. Én azért alapvetően maradok az ékszereknél. Utána olvasol, vagy nézed a szakirodalmat, vagy hogy mi van külföldön, tehát hogy mik a trendek? Hogy, igen, hogy igen, igyekszem egy kicsit lépést tartani. Igen, nyilván a népi darabokat azt ugye népi mesterektől tanultam, tehát kifejezetten táborokban, illetve olyan iparművészektől, akik ennek minden csínyát, bényát ismerik, de hogyha modern darabokra gondolunk, akkor nyilván azért a színeket, az alapanyagokat azért követni kell, hogy a mai trendeknek megfelelő legyen. És egyébként úgymond megrendelésre is készítesz? Igen, igen, igen. Hogyha megkeresnek, igen, akkor nagyon szívesen. Mi volt a legkülönlegesebb felkérése? Igazából a 4 évszak kollekció is úgy indult, hogy az őszt készítettem el egy megrendelésre, és akkor utána innen jött az, hogy akkor ha már van egy őszi nyakék, akkor szülessen hozzá, meg a másik 3 évszak is. Hogyan tovább? Merre lehet fejlődni a gyöngyfűzésben? Hát azt hiszem, hogy itt a színek, illetve a formák miatt gyakorlatilag határtalan, illetve hát a piacon megjelennek egyre újabb formájú gyöngyök, és akkor nyilván ott már beindul az alkotók fantáziája, és lehet alkotni teljesen új darabokat. Színház a víz fölött. Szarvason még ez is van, ugyanis a Szarvasi Vízi Színház egész nyáron parádés előadásokkal szórakoztatja közönségét. Ott jártunkkor éppen a nagy sikerű Hotel Mentol című musicalt játszották, természetesen teltházzal. Előadás előtt Varga Viktor főrendezőt faggattam a Szarvasi Színházi életről. A tulajdonképpen a Cervinus Teátrum vagy színtársulat több csapatot takar. Igen. Kikből áll? Igen, Szarvasnak van egy specialitása, szlovák nyelvű társulatunk és magyar nyelvű társulatunk is van, és azért lett Cervinus Teátrum a neve, mert a latin egybe foglalja mind a kettőt, és arról nem beszélve, hogy itt van mögöttünk a Szarvasi Vízi Színház, ami szintén a Cervinus Teátrum égisze alatt működik. Egész nyáron folyamatosan vannak előadásaink, 70-es témát van a színház, ingyenes programokkal, koncertekkel is, és egyéb produkciókkal. A Cervinus Fesztivál pedig egy összművészeti fesztivál, ahol a hangsúly azon van, hogy a Cervinus Teátrum előadásait mutassuk be a nagy közönségnek, a turistáknak, hiszen a helyiek már ismerik, és ilyenkor 2 hét alatt hazajön minden szarvasi, itt vannak velünk a Szarvasi Fesztiválon, és bemutatjuk az összes nagy sikerű darabunkat, illetve a nagy kiállítású darabjainkat. Tehát az, ami évközben ment, ugye? És nagyon nagy sikert aratott. Így van. Egy szabadtéri színpadra másképp kell készülni, díszletek, az egész, tehát hogy a látvány.
Nagyon érdekes dolog az, hogy nekünk eleve két színpadra kell készülni minden produkciónkkal, ezért a díszleteink mind ugyanak kialakítva, hogy kint a 18 méter széles színpadon és bent a 10 méteres széles színpadon is ugyanazt a hatást keltse egy-egy előadás. Nagyon izgalmas feladat egyébként. Itt most messzebb vannak a nézők? Nem. Nagyon jó a kialakítása az amfiteátrumnak. Egy kifejezetten ugyanegy hatalmas 1000 férőhelyes nézőtérről beszélünk, mégis megvan a bensőséges hangulata az egész színháznak. Ugye a Hotel Mentol nagydíjat is kapott a várostól, tehát ez egy sikerdarab, nem véletlenül, hogy ezt választottátok itt nyárra. Szeretitek, a társulat vagy a színészek hogyan épülnek föl, hogy lettek ők kiválasztva, vannak a kettőzések, nem tudom, hogy megy nálatok. Gyakorlatilag a Szarvasi Színházba csak meghallgatás útján kerülnek a színészek, az ország számos pontjáról érkeznek, sőt, a Kárpát-medencéből is vannak mindenhonnét színészeink. Nálunk ez egy elhatározás volt 15 évvel, 16 évvel ezelőtt, hogy nyitott kapukkal játszunk. Tehát mi szeretjük az új arcokat, szeretjük az új színészeket, és utána gondoskodunk is róluk, tehát folyamatosan figyeljük a pályájukat, segítjük a pályájukat. Ez nagyon fontos. Egy igazi család alakult ki itt Szarvason az elmúlt 20 évben. Ugye körülbelül 20 évvel ezelőtt indult újra a Szarvasi Színjátszás, ami pedig már 190 éves, csak 40 év hiányzik a történelméből, amikor lebontották a faszínházat. Egy vidéki színházban színésznek lenni, én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb feladat kell. Mindent tudni kell játszani, tudni kell énekelni, táncolni, prózát, drámát, vígjátékot, tehát hogy ezek a színészek igazán sokoldalúak. Igen, és az nagy előny is, mert egy vidéki színházban egy pályakezdő színész kap főszerepet, míg adott esetben egy fővárosi színházban nem feltétlenül, vagy csak a szerencséje van. Itt a szakmát nagyon jól megtanulják a fiatalok, és nagyon büszke vagyok, hogy több színészünk is a Madách Színházba játszik, többen a nagy budapesti híres színházakban vannak, többen sikeres énekesek lettek, de nagyon büszkék vagyunk arra a nevelésre, akik nálunk kezdték a pályájukat, és ma már befutott színészekké váltak országszerte. Hotel Mentol átmente bármilyen átalakuláson, hogy ide kerülhetett a vízszínpadra. Nagyon izgalmas, az a főszereplőt játszó színészünket fölvették a Színművészeti Egyetemre, ezért egy évre pihenőre tettük az előadást, és megkerestük a legjobb váltótársakat, akik átvehetik ezt a szerepet. Egy hónappal ezelőtt próbáltuk be az új váltókkal az előadást, és most az új szereposztásban először látja a szarvasi közönség. És ezzel mentek tovább ősszel? Igen. Nem csak ezzel megyünk tovább, hanem már készülünk a Twist Olivernek egy új magyar verziójára, egy átiratára készülünk. Sokkal inkább barátibb lesz a magyarokhoz kicsit, és a mi érzelmeink, ez egy kicsit közelebb álló történet lesz. Nem ez az amerikai slang-szerű és főként a zenére koncentráló, hanem mint ahogy a Hollanyónak is az a sikere, azt hiszem 82. előadást játszottuk tegnap, hogy egy kicsit magunkévá tettük a történetet, egy kicsit alföldi humor került bele, egy kicsit patópálos lett, és ettől a közönség országszerte, de Szlovákiában is vendégszerepeltünk az előadással, több ízben is, úgyhogy szereti a közönség. Mi mindent egy kicsit a magunk szájíze szerint alakítunk át. Szarvasi kirándulásunk során az Aranyszarvas panzióban szálltunk meg. A közvetlen a vízparton elhelyezkedő épületkomplexum minden igényt kielégítő szolgáltatásaival és színvonalasan berendezett apartmanjaival kiváló szállás lehetőséget kínál a pihenni vágyok számára. Az Aranyszarvas panzió úgymond a természet lágyölén fogadja a vendégeit, hiszen itt vagyunk a Körös partján. Hány apartman rendelkezik, és milyen szolgáltatásokkal várja a vendégeket? Panziónk Szarvason található, mint ahogy mondtad, közvetlenül a Holdkörös partján. Összesen 96 fő elszállásolására alkalmas, és 16 darab apartmannal rendelkezünk. Minden apartmanunk 3-tól 6 főig, illetve 1-2 főt is alkalmas fogadni, és teljesen felszereltek az apartmanjaink. Hát úgy kell elképzelni, hogy konyha, fürdőszoba, két szoba, ugye? Vagy a nappali szoba? Tehát igen, így... igen. Rendelkezik egy konyhai résszel, egy nappali résszel, illetve hálószoba és fürdőszoba résszel. És ami jó, hogy még van nagyon nagy terasz.
Igen, külön terasszal rendelkezik minden apartmanunk, melyek a medencékre, illetve a körösre néznek, tehát csodálatos panorámával rendelkezik mindegyik. Szerencsére nagyon jó adottságokkal rendelkezünk, azon túl, hogy közvetlen körös partján helyezkedik el panziónk, több mint 100 méteres stéggel rendelkezünk, tehát a horgászni vágyók, illetve a fürdőzni vágyók is teljesen ki tudják nálunk pihenni magukat. Gyerek és felnőtt medencével is rendelkezünk, és mindenki igény szerint tudja őket használni. Ezentől van 4 darab wellness faházunk, sauna, jacuzzi, bográcsozóhely, konyha, helyi résszel rendelkeznek, és ezeket külön tudják a szálláson túl bérelni vendégeink. Apartmanokról van szó, ezért ugye sokan bevásárolnak, főznek a konyhában, de ha erre nincs kedvük, vagy ehhez nincs kedvük, akkor itt az étteremben remek ételeket is elfogyaszthatnak. Igen, természetesen teljes körű szolgáltatást biztosítunk a vendégeknek. Éttermünk à la carte étlappal rendelkezik, tehát déltől este 8-ig bárki, akár külsős vendégek is tudnak nálunk étkezni, illetve az apartmanokhoz reggelit is tudunk biztosítani. Alapesetben 2 fő részére tartalmazzák az áraink a reggeli, de 2 fő felett is pluszban lehet szabadon igényelni, és svédasztalos reggelit tudunk biztosítani. Sportolási lehetőség van itt a területen? Igazából a körös az nagyon sok lehetőséget biztosít számunkra is, vendégeink számára is. Kenúval, csónakkal, vízibiciklivel, vízieszközökkel rendelkezünk, tehát amit a vendégek szabadon tudnak használni, tehát vízi sportolásra természetesen adott a lehetőség. Panziunk területén található egy strandroplata pálya, amit a vendégek szintén szabadon tudnak használni. Pingpong asztalunk is van, tehát teljes körűen tudnak pihenni nálunk. Itt a körösben ugye lehet úszni is? Igen, természetesen, ez biztonságos víz, tehát körös holtág, mint ahogy a neve is mutatja, ez egy álló víz tulajdonképpen, tehát szabadon tudnak biztonságosan fürdeni nálunk vendégeink. Az éttermen kívül még itt lehet bárhol étkezni? Természetesen. Igen, van egy grill teraszunk is, amit szintén külsős vendégek is igénybe tudnak venni. A grill teraszunk nyáron üzemel, hétvégente, és ott ilyen grill ételeket, ilyen különleges sasilikokat szoktunk készíteni, amit pluszba a vendégek tudnak igénybe venni, illetve külsősök is. A vízi eszközökön túl van valamilyen más extra vízi szolgáltatás? Igen, van egy elektromos sétahajónk, 11 fő szállítására alkalmas, 12 fő maximum a hajóvezetővel együtt. Mindenképpen hajóvezetővel szoktuk kiadni ezt a sétahajót. Végig lehet vele menni természetesen a körös szinte teljes hosszán. Ez egy különleges hajó, ez egy nagyon modern, letisztult vonalvezetésű, és zenehallgatás mellett egy koktéllal is végig lehet hajózni a holtág teljes hosszán akár. Búcsúzunk az Alföld Gyöngyétől, szarvasi kirándulásunk végére értünk. Azt hiszem, hogy kevés olyan hely van Magyarországon, ahol egy helyen ennyi természetközeli szépség, látnivaló és program van. Legközelebb is nézzenek minket, viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.